me economics, math and business. Already a plump before high school's finished. Even the rich kids get in the mix. Only difference is them bitches did it for kicks. Szia! Hello! Itt vagyok, és te? Hát csinálj valamit, buti! Valamit! Jó! Oké! Ez jó volt, végül is! Ezt adott egyetest neki a hülye! Hacsim, felfújjuk az airbaget? He? Rózsa Mátét láthatjuk flerezni! Rózsa, gyere, fler! Fler! Nem cicózunk semmi, cicó! 3, 2, 1, hát beszoktad! Van még időd? Figyeljetek, a gyereknek ennyire megy! Mondom neki, hogy fler is jön! Fler! Bátta! Jó! Ezt öcsém, erről van szó. Kiérdemelték a srácot, hogy felfújjuk a... Ez mi volt, te hülye? Ez miért kellett? Benézted. Nem, azon nem kell semmit benyomni, valami nincs semmit. Jó? Most veszem. Sziasztok, köszönöm mindenkit az videóban, képzeljétek el, a Fájkontról a srácokról megkaptuk a setupjukat télire, ugyanis ők nem bemutatóznak télen, mi viszont használt tudjuk venni, és van egy nagyon fullas airbagünk, megkaptuk az indítót, megvan a rámpa, felfújjuk a pályát, az érkezőt, és a mai napon beteszteljük, megnézzük, hogy milyen durva kis trükköket tudunk összehozni a srácokkal. Itt vannak rolleres srácok, vannak BMX-es srácok, lehet, hogy lesz egy monti srácok, figyelj! Airbagezés következik! Reszi van rajta, ütlök, minden, van egy felfújatos ugrálóvárunk, te sokáig! Hova próbáljunk ütlöket, ha nem ide? Ha hova más, hova? Ha hova? Kicsit nem esett jól, ha? Nem esett jól annyira? Pedig jól nézett ki. Egész jónak néz ki, ezt figyelj. Ez a setup, ez már amúgy igen, most egy kicsit távolabb húztuk. Hát így oldottuk meg a súlyozását, ugyanis azért mégiscsak egy ilyen rámpa elmozdul az erő, igen, amúgy, az erőhatásoktól. És még tesztelés alatt van, tesztfázisban az öreg. Itt nézzétek, amint látjátok, rezi érkezője van, ami azt jelenti, hogy ilyen jó kemény, fókusz oda, tehát jó kemény, masszív anyag, le lehet rá érkezni, ki lehet gurulni a trükköket, viszont ez itt tök jó, ja. Viszont ha elesel, kevésbé fáj, azért ne ugorj egy nyakast azért, de egész jó. Így néz ki, nagyon király, ide jönnek majd a trükkök, Kevin újra rolleren van. Azt figyeljétek, hogy nyomja a srácok. Erre van szó. Kösz! És ha már itt vagyunk, akkor tesztelni is fogom még a videós funkcióját. A videó funkcióját még a Honor biztosomnak nem teszteltem, hanem még a fotókat mutattam be, az esti módot, az órát teszteltem, hogy hány kilométert gurulok egy BMX-es edzésen. Most pedig megnézzük, hogy milyen videókat tudok csinálni itt a hangárban, a sötétben. A széles látószögnél maradunk, figyeljetek! Nézzétek, milyen szép Rózsi egyszeresen, kétszeresen, hát itt már nem olyan szép. És a széles látószögben a legszebb, mert rekordon a legtávolabb. És ezzel fogok még majd videózgatni ma. Az Instára meglők majd a tartalmakat. Anyám, de milyen jól nézett ki, hogy ott állt. Ezt lefotózom. Nézd ki, szóval videó. És átrakom nagylátóra. Nagylátóra átraktam. És valaki jöjjön már. Fú, de nehéz így két kézzel videózni. Az igen, kép a képben, a kamerában, a széles látószögben. Az igen. Tök jó lett. Tessék? Tetszett a flag? Jó volt, viszont tudod én mit szeretnék majd látni az airbagre rá? Cash. Nem cash volt, egy előre szaltott tőled. Az jó lenne. A végén van az, hogy...
attól parázzak a végén. Hát ugorj, attól nem kell parázni, ez easy lesz. Mekkora driftelés volt, mi? Jó. Ezt fogjuk most tesztelni, ami azt jelenti, hogy a széles látosszuk, hogy innen is tudok egyből az ív mellől Instára sztorikat lőni. Figyeld, így, benyomom. 360. Nagyon hatom. Erről van szó. A legturvább trükköket apa felveszi innen, meg valaki kamerával. Instán pedig találkozhatok vele. Szes! A felfújható Resibox airbag bulinak. Ugrott egy szaltóból, vakondott, elaludt közben. És semmi baja. Itt a replay. Nézzük, én pont nem láttam. Dolgozik. Azt mondja vége. Na figyelj. Látjál? Mekkora hasas küldött, de semmi baja. De jó. Na Bence most beadja a szaltót, én úgy érzem. Én jól éreztem. Erről van szó! Ez király volt! It was very nice! Erre jön Imi, és azt mondja, hogy... Mit mond rá? Azt mondja, hogy tud dupla vászperizni a csávunk! Hát mibe van? Mibe? One, two, four, two, down! Yeah. Ennyi, ezt mondtam, látod? Oda kell tenni magunkat, és akkor ott van. Semmi cicó. Zsatardamas kocsi. Azt mondják, hogy... Huge session going on, azért én is rápirítok még pár trükre. Próbálok mondjuk egy szaltonóhendet, megpróbálok egy háromatot tripla kápét. A srácok pedig onnan oldalról felveszik nekem, és kipakolom az Instára. Sztoriba, hogy azért itt az airbag lehet jönni kipróbálni. Nézzük melyik jön össze, és melyik nem. Reméljük, hogy mindegyik össze jön. Un, dos, tres, partino! Az de jó. Hát az, akkor ez kész. Boy, pózer csávó. Pumpáld meg normálisan. Azért, de a gyerek visszaül, a gyerek mondta nem azért, de a gyerek egyenesen, idejön az egyenesen a drift autóba, Brinóba idejön a gyerek, vágod, és beugorja az előre szaltót előtte. Ja, hagyjad már magad a sörös csávó! Ennyi, erről van szó, te sokkal király volt. Azt figyel, hatalmas. Az megvolt amúgy, csak hát... Szép.
megadjuk, a rezi miatt nem gurultak ki. Vizsire! Vizsire leszett! Jó volt! Ezért mondtam, hogy menj már a normális sebességgel, ez mi volt? Azaz, erről van szó. Lehet, hogy gyorsabban mentél, jó is lett. És Instára ki is pakolom a sztorikat. Hogyha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot. Ha még nem követtek az Instagramon, akkor rengeteg más honoros tartalmat is. Ahova rengeteg más honorral készített tartalmat is posztolok, akkor most azonnal dúrjatok egy követés napára. És... Ja, ez így elég van. Szerintem az egy királya. Írjátok meg, hogy ti... Milyen trükköt szeretnétek látni erre az ervekre, vagy miért próbálnátok meg, hogyha esetleg BMX-esztek, rolleresztek, valamit nyomtok. És találkozunk a következő videóban, szurkeltetek a TV2-t, és császtok!